Gyerekkorom óta imádtam a motorokat és az utazást. Néhány évvel ezelőtt a legjobb haverommal, Ewan McGregorral leforgattuk a Hosszabb úton című filmet. Micsoda eredmény, igen! Megcsináltuk New York! A Hosszabb úton című film után valami másra vágytam. Gyermekkori álmom volt végig motorozni a Dakar Rallyt. A Dakar Rallyt már körülbelül 20 éve rendezik. Egy 9000 kilométeres verseny, amelyen 250 motor, 150 autó és 60 kamion vesz részt. Ezek mögött kiszolgáló járművek hada szállítja a szerelőket és a pótalkatrészeket. Az egész hatalmas kíséret naponta új helyre költözik. Az idei verseny Lisszabonban kezdődik, majd Afrika nyugati partja mentén délfelé tart, 16 nappal később érve Dakarba. Története során a világ sok kitűnő versenyzőjének életét követelte. Aki erre a versenyre benevez, vállalja a kockázatot. Az ember soha nem tudhatja, mi történik. Zéró kockázat nem létezik. Két másik versenyző, Simon Peavy és Matt Hall teszi teljessé a három fős csapatot, amelyhez még csatlakozik a segédszemélyzet, Wolfgang és Gerrit a két szerelő, Claudio és Jim az operatőr, valamint Russ a menedzserük. Azt mondják, a világ legkeményebb versenye, és szerintem az is. Ez állati köves. Nem tudom, hogy boldogulok majd vele. Marokkóban rettenetesek az utak. Olyan országban járunk, ahol bármi megtörténhet. Elütött egy tevét 70-nel. A feje itt kötött ki. Átmentél annak a fickónak a motorján, mert már csak egy tankunk maradt. Hey, Wolfgang, kösz a javítást. Oké. Eszem egy kicsit, aztán meg elmegyek WC-re. Kell WC-papír? Hányan estek ki? Eddig 23-an. Hol a fenében van Simon? Don't let my senses desert me. Nothing to develop me. I'm setting my sights on you. And in the far off distance, I'm afraid of wishing I was safe at home. Három motor, egy autó és egy kamion. 9000 kilométernyi út. Elindultunk. Vannak néhányan, akik jót nevetnének, ha kudarcot vallanék. A fenébe. Az autó nem indul. Szerintem komoly gondjaink vannak az autóval, az biztos. Az ember alig tud gondolkodni ennek a zsibvásárnak a közepén. Kezdek kiakadni! A fenébe. Vigyelt, folyik a benzin mindenfelé. A mai szakasz során Errásidia felé tartunk, ahol remélhetőleg találkozunk a kísérőkkel, akik más útvonalon érkeznek. Remélem, ma sikerül együtt maradnunk, mert könnyű eltévedni. Látják, milyen könnyű szem előtt téveszteni egymást? Ez már igazi marokkói szakasz. Sokkal inkább, mint a tegnapi. Kanyargós, kátyús és sziklás. Szerintem egy kicsit lassítanunk kell. Lazábra venni az egészet. Ma nagy út áll előttünk. Nem bízom Mattben, mert egy kalandor típus. Szeret a saját feje után menni. Érti is a navigációt, és elég jól boldogul magában. Tehát gyakran a saját útját járja. Nem tűnik igazi csapatjátékosnak. Nem tudom, meddig bírja majd a motorja. A fenébe. Szétestél, öregem? Nem, a térképet néztem. Éppen odébb tekertem, amikor túlugattam azon ott. A kövek között landoltál? Igen, épp a közepébe. Bevágtam a hátsó féket, de nekik csúsztam. A fenébe.
Ilyet még nem láttam. Nem semmi. Mit is mondtál, Charlie? Csak könnyedén. Így jó? Rendben. Megint itt jön egy autó. Jó, hogy itt van ez az őrszemnek nevezett rendszer. A közeledő autó sofőrje megnyom egy gombot, amint egy motorhoz közelednek. Az egy riasztó csengőt kapcsol be a motor elején, és legalább tudatja velünk, hogy hátulról autó közeledik. Van, amikor az ember majd összecsinálja magát tőle, de legalább tudja, hogy jön valami. Mehetünk, fiúk? Mehetünk, mehetünk. Miközben rendezhetjük Matt motorját, a kísérő csapat megérkezik Errásidiába. Ez az első afrikai táborhelyünk. Elő kell vennünk a sátrakat és felállítani, mindent elő kell készíteni a szerelőknek, a fiúk motorjainak a fogadására. Ez az egész egy óriási szervezett zűrzavar. Olyan, mint a hadseregben. Igen, pontosan ugyanaz. Vannak, akik a repülőkre specializálódtak, mások a biztonságra, megvannak a mentőalakulatok, a kommunikációs egység, a média, stb. Több mint 100 repülő és helikopterpilótánk van, mivel 20 repülőnk és 10 helikopterünk van. Ha körülnéz, láthatja, milyen óriási logisztikai művelet ez az egész. Mint egy város. Ráadásul ez az egész cirkusz naponta 600 kilométert halad a következő táborhelyig, mert a Dakar olyan, mint egy nomád törzs, folyton úton van. Írd be a 172-t. 172 Charlie Borman. 6 perccel 6 után indult a 84. helyről. 84. szerintem egy kicsit gyors az ő szintjéhez képest. Ez azt jelenti, hogy túlhajtja magát. 11:18-kor áthaladt az első ellenőrző ponton, ekkor már a 126. volt. Ez kitűnő, elég gyors ahhoz, hogy jó időben befejezze a mai versenyt, de pofa be. Az első marokkói napnak nagyon is jó. Hű, de poros! Hű! Ez tiszta őrület! Ez a por nagyon megnehezíti. A fenébe is. Semmit se látok. Hű! Ezt elkaptam. Marokkóban rettenetesek az utak. Mivel az ember figyelmét leköti maga az út, hogy eljusson a célpontjáig, könnyen megfeledkezik arról, hogy olyan országban járunk, ahol bármi előfordulhat. A tevék és szamarak imádnak az úton csellengeni. Úgy gondolom, a tevék mellett el lehet hajtani, de a szamaraknál meg kell állni. Mi történt Ben? Egy teve 70-nél. John a teherautóval ment elő, amikor a teve kirohant elé. Fékezett, mint az őrült, de nem elég gyorsan, úgyhogy elkapta. Tudtam, hogy nem tudok megállni, ezért balra rántottam, és a teve éppen elém ugrott. Ott a feje nyom. Elég kemény nap volt. Az autók pillanatok alatt utolérik az embert, mi? Mikor az embert elkezdik előzni, bedurvul a dolog. Olyan nagy por van. Az ember próbál vigyázni, de nagyon veszélyes. Leugrottam egy árokba. Az autó meg ott volt a nyomomban. Egyenesen utánam az árokba. A riasztót se kapcsolta be. Azt se tudtam, hogy mögöttem van. A harmadik nap végén már 4 órája itt vagyunk a táborhelyen. Várjuk, hogy a motorok beérkezzenek. A már itt lévő pilóták elmondása alapján a száguldó autók között rettenetesen veszélyes versenyezni. Bízunk abban, hogy egyiküket se gázolja el egy autó.
A harmadik nap végén vagyunk, és korábban azt hittük, hogy Matt vagy kiesett, vagy elütötte őket egy autó. Kezdünk aggódni, mert a nap lemenőben van. Már elmúlt 5:30, és már rég be kellett volna érkezni. Ó, itt jönnek, ott vannak a kanyarban. Hála Istennek megjöttek. Nos, túléltem az első napot a Dakaron. De jobb, ha ezt megnézitek. Matt elesett néhányszor. És jobb, ha benéztek a tankja alá. Együtt motoroztatok? Matt és Charlie együtt mentek, én meg mögöttük, ami elég jól bevált. Matt igazi buldózer. Éppen a navigációs térképet tekertem, és egy pillanatra nem figyeltem oda. Be kellett vágnom a hátsó féket, és belecsúsztam egy kőfalba. Sikerült kiukasztanom a tankot is. Amint megérkeztem, láttam, hogy gáz van. Wolfgang, nagy meló? Nem tudom, majd kiderül. Sebváltókar, fékkar. Matt sokkot kapott. El akart szaladni. Gyorsan hasított egész reggel. El akarta hagyni a kamionokat. Én megmondtam neki, lassíts már le! Félelmetes, mikor azok az autók megelőzik az embert. Olyan gyorsan húznak el mellette. Vannak, akik nem is használják az őrszemet, és egyáltalán nem figyelmeztetik az embert. Mivel a térképolvasom nem működött, próbáltam Mattet követni. Folyton arra kértem, hogy lassítson, de ő csak repesztett, mint az őrült. Én meg lassan lemaradtam. Kértem, hogy álljon meg, vagy lassítson, de egyszerűen nem volt rá hajlandó. Aztán elesett néhányszor, a végén meg kiukasztotta a benzintankját. Ami nem valami jó. Ráadásul elhajlított néhány dolgot a motorján, úgyhogy inkább meg kéne nyugodnia. Szerinted túl gyorsan mennek? Hát, kifeküdtek egy párszor. Azt hiszem, ez önmagáért beszél, nem? 4-szer esett el? Csak 3-szor. Azon a nehéz szakaszon. Ja, az kemény volt. Akkor ott is elestél? Hát, az űrge előttem megállt. Nekem is meg kellett. Akkor az most esésnek számít? Igen, annak számít. Tőlem annyit számolsz, ahányat csak akarsz. Micsoda brutális nap. Hajnali 4:30-kor indulunk, úgyhogy Gerettnek és Wolfgangnak mindössze 6 órája van, hogy Matt gépét rendeszedje. Ha nem sikerül, akkor Matt holnap nem indul. Hogy tetszik a verseny, alsóm? Csak úgy repül az idő. Már 9:30 van. Az ember szeretne már 8-kor lefeküdni. De ott van a térkép, meg a sok egyéb dolog, amit el kell intézni. Azért, hogy készen álljunk a reggeli kezdésre. Jó reggelt! Mindannyian büdösek vagyunk. Hihetetlen. Jó reggelt, Claudio. Jó reggelt. 4:05. Persze, ez legyen a legkisebb gondunk. Ma megint 700-valahány kilométer áll előttünk. Figyeled, mit írtak ide? Egy üzenet Gerettől. Ez volt a tank, amit tegnap tönkre vágtam. Matt, már csak egy tankunk maradt, vigyázz rá. Hey, Wolfgang! Kösz a javítást! Ja. Remélem, eszem egy kicsit, utána pedig remélhetőleg elmegyek WC-re. Mert jó lenne most letudni, és nem útközben bajlódni vele. Claudio, kell WC papír? Köszönöm.
Rettenetes fejfájásra ébredtem hajnali 4:45-kor. Igen, már egy órával korábban fenn voltam, mint kellett volna. Matt azt mondta, a reggel a nap legrosszabb része. Erre megkérdeztem, na és melyik a legjobb része? Újabb nap, mi? Élvezed? Hát, magát a motorozást igen, de a köztes dolgok idegesítenek. Folyton idegeskedik valamin az ember. Szerintem Charlie egy kissé ideges, pedig nagyon is jól motorozik, akkor legalább nem stresszel. Ideje tábort bontani és összepakolni. Még 2 hét van hátra, hihetetlen. 2 hét. És ez még csak a 4. nap. El sem tudom képzelni, milyen lesz, akár csak újabb 4 nap múlva. Ma Uárzátiba tartunk. Nem biztos, hogy jól mondom ki a nevét, de azt tudom, hogy kemény út áll előttünk. Istenem, ez pokoli, akkora por van. Figyeled azt a porfelhőt? Hihetetlen. Ha egyszer elérjük a dűnéket, szerintem kevesebb por lesz. Igen. Megtisztogatom a kis képernyőt, mert a portól alig látok. Akkor nyomás! Hú, már úton is vagyunk. Megint kétségeim vannak az egésszel kapcsolatban, de majd meglátjuk, hogy alakul. Azt kívánom, bár túl lennénk ezen a napon. Olyan hideg van, Istenem, majd lefogy az arcom. Charlie ment előre, úgy döntöttünk, hogy ma megpróbáljuk egy kicsit lassabbra venni a tempót. Nehogy baj legyen. Ma lassabban megyünk. Matt, csak nyugi! A következő táborhely felé tartunk. A Dakaron való részvétel nem csupán a versenyről szól. Az ember Marokkóban is szétnézhet egy kicsit. Bár csak átutazóban vagyunk, azért ízelítőt kapunk a helyi kultúrából, ami ugyancsak hozzátartozik a Dakar imázsához. Nem hallottam a fiúk felől, ami jó hír. De szerintem dél körül már ide kellene majd érniük. Ez nagyon jó lenne. Az ott Garrett a ketrecében, meg Wolfgang. Most etettem meg őket, jól megvannak ott hátul. Elégedett vagyok. Nem szoktuk őket kiengedni, csak néha. Hogy kinyújtóztassák a tagjaikat. Elég szűk ott hátul. Mennyire kényelmes? Hát, amikor beszáll az ember, oké, de 10 perc múlva elég kényelmetlen, mert a lábai teljesen elzsibbadnak. Charlie van előttünk! Charlie elesett! A francba! Minden oké? Igen. Ostoba hiba volt. El tudsz indulni? Menj keresztbe! Kár érte, egy apróbb hiba, de minden oké. Nyomás! Megérkeztünk Uárzátiba. Megint csak az a dolgunk, hogy kivárjuk, mire a fiúk beérkeznek. A Dakar az egyéni indulók versenye. Ezek a fehér dobozok azoké a versenyzőké, akiket nem kísér szerelőcsapat, akiknek nincs erre pénze, akik egyedül csinálják. Vannak, akik jelzálog hitelt vettek fel a házukra, hogy ne veszhessenek. Tehát ez egy életre szóló ambíció, de a statisztikákból kiderül, hogy csupán az indulók 40%-a jut el Dakarig.
Részt vett már a Dakaron, vagy ez az első alkalom? Nem, ez a második. Hogy ment korábban? Célba ért? Nem. Elhagytam az egyik kerékanyát. És kidurrant mindkét kerekem. Feladtam. Nem tehettem mást. Nem folytathattam. Ez az első Dakarja? Nem, ez a hatodik alkalom. Hatodik? Igen. Hányszor ért célba? Háromszor. Az nem rossz. Az nem rossz. Miért próbálja többször? Ez egy nagy buli. Imádom a motorokat, ez egy igazi nyaralás. Egy nagy nyaralás, ahol az ember csak egy dologra koncentrál, a motorjára és a motorozásra, ami nagyszerű. Ez itt a versenyzők listája. Ezek a fekete vonalak a kiesett versenyzőket jelölik. Igen. Hányan estek ki? Eddig 23-an. 23-an? Igen, délig. Tényleg? Igen. Ma reggel 4-5 baleset történt. Valóban is súlyosak? Nem. De ketten feladták, mert a motorjaik tönkrementek. Mit jelent, ha egy fekete keresztet tesz a számuk mellé? Mikor fekete kereszt kerül a dobozra, akkor a versenyző kiesett. Ezek közül a dobozok közül remélem Charlie-ra nem került kereszt. Mióta Afrikába értünk, mert össze-vissza zúzta a motorját. Ilyet még nem láttam, nem semmi. Száguldó autókat kerülgettünk. Megvakított bennünket a porzt. Most pedig itt vannak a homokdűnék. Megint előre menjek? Vezess át a dűnéken. Rendben, oké. El kell egy kis segítség. Minden oké, Matt? Ja. Elég jól mész, Charlie, semmi probléma. Jó ütemben. Látod ott azokat a dűnéket? Majd megpróbállak vezetni. Igen, az jó lenne, ha előre mennél, mert nincs benne elég gyakorlatom. Oké. Part. Csak kövesd a keréknyomokat! A fenébe! Matt! Minden oké? Hová a fenébe megy, Matt? Simon! Simon! Az ülésemnek annyi. Már az első esésed után láttam. Igen. Nem, pár percen belül indulunk. Rendben. Köszönöm, köszönjük. Most meg jönnek az autók, a kedvenceim. Elég nagy kár, mert egy csomó versenyzőt elhagytunk ott a dűnék között. Igen, elhúztunk. Most megint előttünk vannak. Éppen megérkeztünk a táborhelyre, a negyedik nap végén. Megnéztük az eredményeket. Mindannyian túl vannak a különleges szakaszon. Tehát ez már mögöttünk van. Úgyhogy reméljük, a táborhelyig vezető úton már nem adódik semmilyen probléma. Ha szerencsénk van, 2-3 órán belül ide is érnek majd. Eddig minden rendben. Vigyázz, Charlie! Ez tiszta őrület.
Wow. Hú. Ez jó hosszú volt. Mégis jó szakasz. Mióta nekivágtunk, most először élveztem igazán. Eddig mindig túlságosan aggódtam, de most a motorozás is jól ment. Jól szórakoztunk. Ez jó pálya volt. Úgy egészében véve, nagyon jót motoroztam. Annak ellenére, hogy reggel elestem néhányszor a homokban. Nagyon lassú volt. Kínosan lassú. De úgy általában elmondhatom, hogy jó volt. Jó napunk volt. Nagyon elégedett vagyok. Matt! Gratulálok, Szaj! Matt! Egész nap rám sem hederített, most se fog ide figyelni. Csodás szakasz volt. Igen, talán egy kicsit kanyargós, kátyús és sziklás, de nagyszerű. Jól elszórakoztunk. Hogy? Hát volt egy pár érdekes helyzet. Volt egy pár... Hémet, csak te megint elestél egy párszor. Kétszer a homokban. Simon igazi jó haver. Végig ott jött mögöttem, és ettől sokkal jobban éreztem magam. Ne tedd tönkre a teherautót. Nem a miénk. Belefutottam egy sziklás részbe, és fejjel előre lerepültem a motorról. Fejre érkeztem. A motor mögöttem ért földet, de sajnos elkapta a lábamat is hátulról. Sikerült ütnöm egy nagy lyukat a motorblokk oldalába is, ami nem a legjobb. Vigyáztak a motorjaikra? Igen. Jó napjuk volt, semmi sincs eltörve. Csak a támaszték van egy kissé elhajolva, ezt rendbe teszem. Felmentem egy állati nagy halom tetejére, és leestem róla. Igen, lezuhant. Fejjel lefelé, aztán jött egy kamion. És átment a motoron, ugye? Nem, a kocsi, ja, ment, a kocsi ment át rajta. A motorok mindenfelé, az ember meg az orráig se látott, olyan porvihar volt. A fenébe láttad? Azt hittem erre fordul, de átment annak a fickónak a motorján. Nem tudtam, filmezem-e, mert fejjel lefelé gurult a homokba. Nem volt semmi. Én meg ott kiabáltam. Add a kezed, segíts! Közben ott kapor egy kamion mellettünk, veri a homokat mindenfelé. Ő meg nem, ezt fel kell vennem! Te szemét! A feleségemtől jött. Nagyon szeret. Azt írja, drágám, sok szerencsét a dűnékhez. Olyan jól csináltad, ehhez nagy bátorság kell. Kedves tőle, nem? Igen. Meg kell mondanom, hihetetlen, hogy az ember mennyire feszített lelki állapotban van. Állandóan. Az ötödik nap, és Tantan felé tartunk. Még mindig megvan mindhárom motorunk, az autónk és a szervizkocsink, ami azt jelenti, hogy a Race to Dakar csapatnak még van esélye. Hajnali 3 óra 53 perc van. És el kell indulnunk még 4 előtt, mielőtt a versenyzők megkezdenék a versenyt. Nem igaz! Dehogy, csak az a lényeg, hogy a másik kijáratot használjátok, de kiengednek benneteket. Gareth mindenkit felébresztett 4 órakor, azt hajtogatva, hogy el kell hagynunk a tábort a versenyzők előtt, ami nem igaz. Így ma mindenki korábban kelt. Igen. Ami szükségtelen volt. Miért kérsz fájdalomcsillapítót? Fáj a fejem és rosszul érzem magam. Biztos vagyok abban, hogy hosszú napunk lesz, de nem lesz semmi probléma. A fáradtságtól eltekintve, mert innentől kezdve már ki akarnak bennünket fárasztani. Nem aludtam jól. Túl közel voltam az aggregátorukhoz. Nem vagyok túlságosan jó hangulatban. A fülem közvetlenül az aggregátor mellett volt. Ez rettenetes. Munkára fel.
hogy érzed magad? Nyugtalan vagyok, és ideges. Ez állati hosszú nap lesz. Ezek a vitaminjaim, amiket szedek, ha segítenek egyáltalán. Jó adag tabletta, mi? Sok szerencsét! Viszlát, minden jót! Már készen is vagyunk. Felsorakozunk a különleges szakaszra várva. Itt vannak a fiúk is. Na ne, ez durva. A banán szétment a zsebemben. Na ne. Oh. Úgy látom, ez egy gyors sziklás szakasz. Kíváncsi vagy, milyen lesz? Egy kissé. Sok köves szakasz van benne, amit nem nagyon szeretek, mikor gyorsan kell hajtani az ilyen talajon. Az ember könnyen hibázhat, és elkaphat egy követ. Hogy jobb menni? Lassan vagy gyorsan? Erre inkább nem válaszolok. Hülye kérdés. Nem mehetsz gyorsan, ha semmit sem látsz. Most megismerhetjük Marokkó valódi arcát. Csupa kő mindenfelé. Már indulunk is. A fenébe is nagyon köves. Istenem, ezt nézzétek. Bor is lesz bőven. Ettől még rosszabb, mert nem is látom a köveket. Rájuk megyek és szívom a fogam. A francba, de köves. Megint remegek, mint a kocsonya. Úgy, mint néhány nappal ezelőtt. Szerintem azért, mert olyan köves. Nem tudom, hogy fogok boldogulni. Ez nagyon kemény lesz. Most Charlie nyomába szegődtünk. Nézzék, milyen köves! A fenébe is. My wife. A feleségem... Szóval a feleségem csodálatos üzenetet küldött tegnap este, amiben elmondta, hogy mennyire szeret, és kért, hogy ne vállaljak felesleges veszélyeket. Remélem, Charlie követi a keréknyomomat, mert ez nem volt olyan rossz csapás. Gyerünk, Charlie fiam! Hol a fenében van Simon? Mi? Simon? Hol van Simon? A francba. Hova, Simon?
Arra felé! Várj, várj! Hiányzik Simon, amikor nem jön a nyomomban. Igazi jó haver, nagyon sportszerű, rengeteget segít. Tegnap is nagyszerűen csinálta, és ott volt végig mellettem, és folyamatosan segített, úgy, ahogy ígérte. Mindig tartja a szavát. Nagyon jó tudni, hogy ott van mögöttem, ha baj van. Ez nagyon megnyugtatja az embert. Az ilyen pályán az ember hajlamos gyorsabban menni. Aztán hirtelen elkap egy követ. Jézusom, Istenem, két alkalommal is majdnem kifeküdtem. Biztos, hogy eltörném a kulcsontomat, vagy valami mást. Ez nagyon könnyen előfordulhat. Itt veszteglünk, mert a szervezők nem engednek tovább addig, amíg a pálya fel nem szabadult. A söprögető autók a kiesett versenyzőket szedik össze. Ha valakinek lerobban a motorja, és kénytelen feladni a versenyt, mindjárt indulnak. A motort ide hátra, platóra teszik fel. A söprögetők. Itt benn 8 helyünk van. És van itt benn élelem, meg víz, mindenki számára. Ilyen egy csöprögető autó. Munkára fel! Kezdődik a műszak. Menjünk seperni. Ha ez közeledik, akkor az ember tudja, hogy kiesett a versenyből. Oké, szóval eddig nagyon jól haladunk. Már alig várom, hogy megérkezzünk Tantanba, és egy jót szundíthassak. Alig várom. Megérkeztünk Tantanba, a többi kisegítő járművel együtt. Felállítottuk a sátrakat, a műhelyt, meg a többi cuccot. Most pihízünk egyet, és várjuk, hogy a fiúk mikor futnak be. Mindannyian időben elindultak, de látod-e őket az Eritrekken? Az Eritrek rendszer tulajdonképpen egy műholdas nyomkövető program, ami a GPS segítségével megadja a motorok helyét. Persze a múltban már többször hibázott ez a rendszer. Matt nem mozdul. Már egy órája ott van. 290 kilométerre van innen, ami legalább 7 órába telik majd neki. Úgyhogy 9 óra előtt semmiképpen nem ér ide. Hogy van Charlie? Ez nem valami jó hír, ugye? Hát jó tudni, hogy legalább Charlie-val minden rendben. A fenébe. Mi történt, Charlie? A tankolás után egy jó kis csapáson haladtam. Még nem lehettem 3 kilométernél messzebb a kúttól, amikor egy kis dombot kikerülve belehajtottam egy mélyedésbe. Teljesen átlagos, semmi kis kanyar volt, de kicsúszott az orra. Magam elé tettem a kezemet, és mindkettőt jól kificamítottam. Ez itt jól feldagadt, látod? Le tudod venni a kesztyűt? Nem akarom levenni, hát ha nem tudom visszavenni. Azóta minden egyes kátyú, amiben belemegyek, itt nyilall a kezemben. Olyan, mintha valami kattanna itt belül. Aztán itt van a nagy ujjam is, amivel ugyancsak történt valami, de nem tudom mi. Hány kilométert motoroztál így? Úgy 170 körül. De állatira fáj.
Azóta nagyon szenvedek. Nagyon fájdalmas. Egyre csak az jár a fejemben, hogy rendbe jön-e holnapra. Az elmúlt 170 kilométeren alig használtam az első féket és a kuplungot, mert egyáltalán nem tudok markolni. Szerintem elszúrtam. Már csak ki akarok érni innen. Biztos, hogy menni fog. Igen. Már állatira feldagadt. Majd megmutatjuk egy dokinak, és meglátjuk, hogy mi az ábra. Russ, épp most hívott Charlie. Elesett, és lehetséges, hogy eltört valamilyen csont az egyik kezében, és a nagy ujját is eltörte a másikon, de kijutottak a szakasz végéig. Matt vele van. Eltört valami a jobb kezében? Szerintem lehet, hogy eltört az egyik keze, a másikon meg a nagy ujjával van valami. Lehet, hogy repedés, de nem biztos. Mérlegelnünk kell a csapatban közösen, hogy mitévők legyünk, ha eltört a keze. Aztán Charlie elé visszük a döntést, ugyanakkor meg kell kérdeznünk, hogy ő mit akar tenni. Szerintem Charlie eléggé jó hangulatban van, és ha az orvos zöld utat ad neki, akkor folytatni fogja, nem adja fel. Folytatni fogja. Figyelted az Eritrekken? Azt mutatja, hogy Matt kiesett, a másik kettő pedig tovább folytatja. Aztán egy telefonhívás, és minden megváltozik. Ha tényleg eltört a keze, nehéz lesz motorozni vele. Istenem, ez rettenetes volt. Ez egy gyilkos, könyörtelen út volt. Könyörtelen. Jézusom. A fenébe is. Azt sem tudom, hol vagyok. Merre tartok. Azt hittem, mögötted vagyunk, Simon. Igen? Minden egyes ellenőrző ponton megkérdeztük, és azt mondták, hogy már elmentél. Akkor hazudtak. Megálltunk az elsőnél, megkérdeztük, láttak-e, de nem láttak. Az angol fickó is ezt mondta. Aztán meg azt, hogy látott átmenni. Biztosan hasonlítok valakire. Nos, Simon, volt egy kisebb esésem. A kezem feldagadt, és ha nagy ujjammal nem tudok fogni. Ha ezt csinálom, akkor katta. Majd keresünk egy orvost a táborban, oké? Mit tegyek? Mit csináljak? Rendben, lehet, hogy elfáradt. Milyen volt? Rémálom, minden összejött. Matt, Charlie és Cy együtt voltak? Igen, igen, együtt tartottak erre felé. Charlie elesett, azt hiszem megsérül. Így van, elesett. Ott voltam, amikor történt, de rendben van, bár elbánt a kezével, feldagadt. A motorja? Nincs sárvédője, a kitámasztót is letörte egy kő. Értem, oké. 5 perc múlva 7. Tehát a fiúk már 14 órája motoron ülnek. Szerintem a 3/4 órás tankolástól eltekintve ezt az időt mind nyerekben töltötték. Ami nem kevés. Tiszta őrület. Nem tudom, Charlie-nak mennyire fájhat a keze, de hamarosan befutnak, és nagyon fontos fordulóponthoz érhet az egész csapat. Ez kemény volt. Szerintem fáj. Azt mondta, olyan, mintha valami súrlódna a kezében. Nézd, mind megindultak. Tiszta őrület. Mint a flúgos futam. Az egésznek annyi. A fenébe. Rendben. Viszlát, haver. Sok szerencsét. Totális katasztrófa. Valami van a kezemmel. Let my senses desert me, nothing to divert me. I'm setting my sights on you, and in the